A karácsony közelettével sok angyalt láthatunk, de ezek az angyalok csak díszek és figurák. Azonban van egy férfi, Jimmy Jones, aki egy valódi angyalt látott. Hú! És óriási szüksége volt arra az angyalra, mert egy F4-es tornádó kellős közepébe csöppent. Az emberek azt mondják, olyan, mint egy vonat. Ez úgy hallatszott, mint 40 vonat. A legnagyobb tornádó volt az Egyesült Államok történetében. Több mint 4 napon keresztül tombolt. A Nemzetközi Meteorológiai Szolgálat New Yorktól Texasig 21 államban 358 vihart igazolt vissza. 2011. április 27-én Jimmy Jones egy káosz kellős közepén találta magát. Egy F4-es volt, 290 km/h sebességgel közeledett, és egyre jobban kiterjedt, mielőtt lecsapott tőlem 800 méterre. Amikor először megpillantottam, úgy tűnt, mintha 250-300 méterre lenne tőlem. A futárként dolgozó Jimmy több államot érintő körúton járt. Úgy gondolta, egyetlen lehetősége van bemenni egy aluljáróba. Úgy mondják, szállj be az árokba. Nem éltem volna túl. A talajról szívta fel a dolgokat. Mégis úgy éreztem, a hídhoz kell mennem, csak azt tudtam, hogy el kell jutnom odáig. Azt mondják, nem szabad a híd alá menni. Amint Jimmy az aluljáróhoz ért, a tornádó elérte. Emlékszik, ahogy a vihar közepén Istenhez kiáltott. Imádkoztam, Uram, ments meg! Kiugrottam a teherautóból, át a védőkorláton, és elindultam a lejtőn felfelé. A szél pedig hullámokban csapkodta az arcomat, és különböző tárgyakat csapott hozzám, lökött hozzám. Igyekeztem valahogyan befúrni magamat a híd alá. Nem hittem, hogy meg tudom csinálni. Amikor sikerült felkapaszkodnia, valaki már várta. Amikor felértem, megláttam azt az alakot, amint ott ült a takarón. Teljesen megrémültem, oda rohantam hozzá, és mondtam, Uram, fedezékre van szükségünk, tornádóba kerültünk. De ő rám nézett, felállt, és olyan volt, mintha abban a pillanatban minden lelassult volna. Azt mondta, minden rendben van. Olyan meggyőződéssel, hogy semmi kétség nem fért hozzá. A híd alatti hasadék mélyén Jimmy megragadott egy vashúzalt, ami a betonhoz volt rögzítve. Éreztem, hogy a vasbetonból kilóg egy fémhúzal, és abba kapaszkodtam. Törmelék hullott Jimmy hátára. Olyan érzés volt, mintha valaki jégcsákánnyal hasogatna, majd kirángatna, mintha megpróbálna kihúzni. De nagyon messze voltam, és emlékszem, nagyon erősen húztak kifelé a vállamnál fogva. Az örökké valóságnak tűnő időszak után a szél végül lecsendesedett, és a férfi még mindig ott volt a közelben. Emlékszem, ahogy néztem és láttam, ahogy ott állt a háttérben. Nem láttam, hogy felkelt volna valami alól, vagy hogy kimászott volna valahonnan. Amikor kijutottam és ránéztem, láttam, ahogy ott áll a háttérben. Hamarosan, ahogy a vihar elment, a sürgősségi mentők megérkeztek a helyszínre. Láttam a teherautómat széttörve. Emberek sikoltoztak, rohammentők és a rendőrség már a helyszínen voltak. Sok autó fordult a feje tetejére, és tört ketté az úton. A rohammentősök kerestek a járműben, és kérdezték, hol vagyok. Kiáltottam, hogy itt vagyok. Lefutottam a rakpartra, odaléptem, és elmondtam, itt vagyok azzal a személlyel együtt. Megfordultam, hogy megmutassam, de senki nem volt már ott. A takaró sem volt ott. Senki nem volt fenn. Az egyetlen út, amelyen lejöhetett volna, az, ahonnan én is érkeztem. Ugyanazon az úton kellett volna lejönnie, mert nagy rombolás történt a felüljáró mindkét oldalán. Kérdeztem az ottani embereket, hogy látták-e azt a másik alakot. Nem láttuk. Talán elvitte a tornádó. Jimmy hisz abban, hogy Isten küldte az angyalt azért, hogy segítsen szembenéznie a hihetetlen erejű tornádóval. Egy prédikátor barátom mondta, hogy az Úr helyezte oda azt a lényt, hogy megnyugtasson. Jimmy úgy véli, Istent tapasztalta meg ebben a viharban. Isten mindig csodálatos volt hozzám. Egy szerető és gondviselő Isten. Ő az Uram és a megmentőm. Érte kell élnünk, mert semmi más nem számít.